álltam, és azt láttam, hogy anyám így fölállt, és így, hát nem rohan, de úgy ment ki ebbe, ahogy beesett a fény ebbe a sugárba, és ott álltam a színpadon teljes megszégyenülésben. János, ahogy azt megszokhattuk, én átnyújtottam neked egy papírt, ezen 20 fogalom szerepel, valamennyi kifejezés a te életednek egy epizódjára, szereplőjére, aspektusára, történésére utal. Én nagyon remélem, hogy olyan fogalmakat sikerült találni, amiről te nem fogod tudni kitalálni, hogy ez pontosan mire is utal. Minden van benne, nagyon szerteágazó, és előre mondom a hallgatóknak és a nézőknek, hogy nyilván ez nem egy klasszikus portré, hiszen János fogja kiválasztani legfeljebb 12 fogalom nyomán, hogy miről is beszéljünk, tehát nagyon esetlegesen fognak majd a témák váltakozni, de hát reménykedjünk, hogy ez egy nagyon komplex beszélgetés is lehet. Hát én nézd, nem akarlak téged zavarba hozni, mert nem lenne szép tőlem. Megmondom őszintén, ezt elárultam, hogy egy perccel ezelőtt kaptam a kezembe, fogalmam nincs. A fordulópont az lehet valami az életemben fordulópont, szól a rádió, azt gondolom, de lehet, hogy egész másra egész gondolsz. Más. Az biztos, hogy egész más. És aztán semmi, innen semmi más nem tudok neked segíteni. De magyarán mondom, ezekben el van rejtve egy nagyon mélyen szántó gondolat. Is, vagy, egy szereplő, akkor egy epizód. Nem tudom. A hallgató kedvéért felolvasnám a 20-at, miből választ meg Gálvölgyi János. Kizárólagosan fordulópont, békjó, saját világ, jószomszédi viszony, hullámvasút, közegellenállás, törzsvendég, szól a rádió, újra és újra, megtiltani nem lehet, most kéne abbahagyni, próba szerencse, vágy titokzatos tárgya, rövid póráz, felhajtó erő, forgószínpad, legyőztem önmagam, ez is megy, csúcskategória. Hát nézd, ebből a most kéne abbahagyni, elfutni, elrohanni, ez jut eszembe. A Kovács Kati szám. Nem a Kovács Kati jut eszembe, hanem a szituáció jut eszembe. Most kéne abbahagyni, elfutni. Nem tudom, fogad, átadom neked ezt szót. Nem, melyik legyen? Válassz egyet, kedved szerint. Jó szomszédi viszony. A jó szomszédi viszony az Bajor Imrére utal, lévén, hogy ti együtt ültetek a Heti Hetesbe nagyon hosszú ideig. És az jutott nekem eszembe, hogy két ilyen nagy színész, nagy komikus, lehet, hogy rosszul gondolom, nem akarom elhinni, hogy nem volt valamifajta rivalizálás kettőtök közt. Nem, soha. Soha? Soha, 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 soha. Egyrészt ez egy olyan fura dolog, hogy én úgy érzem, hogy mi... Azt, a te szakmádban te is pontosan tudod, nem fogok neveket mondani, de neked is van olyanod, akit te elismersz, és nem rivalizálsz vele, mert tudod, hogy ő abban jó, én meg ebben vagyok jó. De mind a ketten jók vagytok. Most nem akarok nagy képviskedni, és a Bajorról beszélek, aki én imádtam, szerettem, és soha. Soha. Én ilyen testvéri szeretetet, de ez azért borzasztó dolog, mert az lenne jó, ha most megint itt ülne az Imre mellettem, és aztán apukám, röhögtünk mindig, azt mondta, két jó színész van egész országban. Hálvölgyi meg. Mondta az Imi, ami persze így nem igaz, de ő ezt el is hitte. Én ebben nem hiszek ennyire, hogy ketten voltunk, vagy én egyedül maradtam, de az Imi ezt hitte is. Nem volt soha köztünk rivalizálás. Az mi múlik, hogy két színész között van-e, vagy nincs? Az, hogy hát ismerni kell a másik, el kell ismerni a másik képességeit. Én bennem soha életemben nem volt, és most nem akarok ilyen pozitív képet festeni magamról. Én el tudok ájulni a mai napig, ha meglátok egy tehetséget. Tehát engem az és azt mondom, hogy én amikor bekerültem a Thália Színházba, volt egy színész akkor, és azt mondtam, hú, de jó lenne ilyen jó színésznek lenni. Aztán eltűnt, nincs, és aztán De az bennem soha nem volt, hogy akkor nem. És arra is rá kellett jönnöm, hogy előttem soha senki nem állt, mert láttam idősebb kollégáimnál, akik abba pusztultak bele, hogy azt mondták, mert találkoztam idős kollégával, azt mondta egyszer, ültünk a szinkronban, és sírva fakadt, mondom, miért sírsz? Nem mondom a nevét, mert kitűnő színész volt, azt mondta, hogy a Kabos Gyula, mondtam, mi van a Kabos Gyulával, akkor meghalt a Kabos Gyula 70 éve. Ha Kabos Gyula nincs, akkor én most nem itt tartanék.
és leélt egy életet úgy, hogy a Kabos Gyula miatt nem lett belőle. Ő belőle soha nem lett volna Kabos Gyula. Hát én most hiába ülnék itt, azt mondom, az az I am McKellen, vagy az a Laurence Olivier, ha nem lett volna. Nem, nekem ennyi jutott, a Jóisten ennyit adott, és ezzel tudok élni. Ti végig asszisztáltátok az Imrének a betegségét? Igen. Beavatódtatok ti az ő utolsó fél évébe? Hát annyira, hogy látogattuk is az Imrét. Igen, 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 igen. Hihetetlen, nem, szóval annyira valószínűtlennek tűnt az, hogy nem történhet meg. Nekem annyiból volt, most majdnem azt mondtam, hogy szerencsém, hogy nekem Márkus László volt az én nagy... És azt mondtam, hogy amikor meghalt, úgymond a kezem között, akkor tudtam én, hogy van halál, meg hogy meghalnak emberek. A családom, hála Isten, akkor még nem volt. De azt mondtam, a Márkus László nem halhat meg. Hát a Márkus meghalt, mert meghalt a Kossuth Lajos, de a Márkus László nem halhat meg. A Bajor nem halhat meg. És aztán egyszer csak nem voltam itthon éppen, amikor az Imre elment, de hát tudtuk, mert hát láttuk a vége felé is. Olyan elgondolkodtat egy magyar színész, hogy amikor elmegy egy kollégája, akkor másnap ugyanúgy föl kell a nap. Ugyanúgy mennek a villamosok. Igen. Nem áll meg az élet. Na most ez megint egy fiatalkori emlékem. Én Latabár Kálmánért rajongtam. Még szerencsém volt, hogy ismerettem is őt személyesen. És volt az András út sarkán, már megszűntek, nem tudom, feltűnt-e neked, ez újságos bódék. Vagy egy benzinkútnál veszed azt a három újságot, amit nem takarnak le a másik újságokkal. Vagy pedig nincs már újságos bódé. És akkor ott volt egy hát azt mondom neked, klasszikus figura, egy újságos bácsi, aki kijött a bódéból, és rá volt dobva a kezére az esti illa, megjelent az esti illa. És akkor egyszer mentem be a színházba, olyan fél hat körül, és akkor azt mondta, meghalt a Latyi Matyi, meghalt Latabár Kálmán. És megálltam, és mondom, na most akkor jött a trollibusz, nem áll meg a trolli, nem megy visszafele a körültől a villamos, és ment tovább az élet. Ez egy folytogató érzés? Miután akkor találkoztam én ezzel, nem, be kell látnunk. Hát ilyen az élet, a színház meg triplán, duplán ilyen. Hát ha meghal a nagymama, másnap azt mondják, hogy hoztál tejet, nincs itthon tej, és akkor megy tovább. Nekem a Körmendi volt erre a nagy iskola. Tudod, egy időben én nagyon nagy hipohonder voltam. Borzasztó egy hipohonder. De most nekem, amikor volt ez a pandémia, hát nálam mindig most is van készfertőtlenítő. Tehát én 40 évvel. De mindig féltem attól, hogy valami. Csak azt mondta a Körmendi, most elmesélem apuskám neked, mi történik, amikor te meghalsz. Mondta ezt 40 évvel. Azt történik, apuskám, meghaltál. Másnap Judit azt mondja, itt van a két gyönyörű kicsi lányoddal, akik 5 éves volt, nagy fekete masnya kis hajukban, és akkor a kis dorka lányod egyszer csak valamin úgy fölnevet, és akkor Judit azt mondja, mit Dórika most halt meg, apuka, mit nevetgélsz? És akkor azt mondja, azt óvodában, és akkor Judit azt mondja, hogy kis mosoly jelenik meg. Hát igen, ennyi, Janikám, ennyi, mondta. És akkor azt mondtam, hogy hát, tulajdonképpen, ha nagyon lesarkítjuk a dolgokat, akkor ennyi. Színházam meg ez egy régi mondást, onnan vették, amikor a fészekben volt egyszer egy nagy kártyacsata, még zsugások, még a Kellér Andor idejében, hogy egyszer valaki ott a kártya, aztán leesett, meghalt. És akkor jött valaki, azt mondta, na, járt, nézzük, mit játszottam, megboldogult, és fölvett a lapokat. Na most ezt színházban szoktuk mondani, na nézzük, mit játszottam, megboldogult, cipő, jó, élvez, jó. Igen. És meddig tart szerinted egy színész emlékezete? Darva simán tudom idézni, addig, amíg él az a néző, akinek az emlékezetében még él az a színész. Amikor az utolsó néző is meghalt, aki emlékezett arra a színészre, akkor volt vége. No, nézzünk egy másik fogalmat. Jó. Nem tudtam, hogy ez ennyire be van csomagolva, azt a Hofi mondta, mindig bonts ki nekem. Na. Én mondjak? Igen, mindig te választasz. A vágy titokzatos tárgya. A vágy titokzatos tárgya az a Madách-színház. Igen. Te oda nagyon-nagyon-nagyon vágytál. Ma, amikor elmész a Madách-színház előtt, vagy mész be a Madách-színházba, akkor milyen érzésekkel mész be, lévén, hogy ez egy nagyon másik Madách-színház, mint ahova te vágytál, nem? Hát olyan érzésekkel megyek be, hogy nem megyek be. Hogy nem mész be? Minek mennék be, nekem semmi dolgom nincs ott. Én 27-28. Éve lennék ott a Madách Színházban. Álmaim álma volt ez a Madách Színház valóban. De hát ez utóbbi három, amit átment ilyen musical színházba,
semmi dolgom nincsen. Nem jó érzésekkel megyek el, megmondom őszintén neked. Ha körültön megyek, akkor sem. Nem. Úgy tudom, hogy a táliát elkerülted egy idő után. A madácsot is elkerülöd, vagy azért ott elmész, ha arra visz az utad? Nem ájulok el attól már. Régebben úgy mentem, amikor még valami közünk volt egymáshoz, hogy megdobok. És hátul bementem a hátsó utcán, azt mondtam, hogy körülnéztem, hogy látják, hogy most ide megyek ám be, nézzék meg, megyek be a madásba. Nem, a portás be fog engedni. Nincs ilyen érzésem, elmúlt. És szerinted nem is jöhet ez vissza? Nem. Tehát... De miért nem gondolod ezt ilyen kategorikusan? Te azért, mert a színház megváltozott. Az a színház, amit én szerettem, amiről én álmodoztam, amiben még részt vettem, az megszűnt. Hát, megszűnt. Hát, megnézek egy színlapot, nem előadás szín. Hát azt sem tudom, hogy kik van. Nem. De nem az én, nem az ő hibájuk. Ilyen az élet. Az mikor változott meg, hogy évente kiosztunk egy olyan darabot, vagy kihozunk egy olyan darabot, ami Gál Völgyinek kell? Kerény Imre volt az igazgató akkor. Az ő távozásával ez megszűnt? Hát az ő távozásával még egy darabig úgy ment, hogy legyen, aztán én úgy lassan átkanyarintottak engem a játékszínbe, és aztán a madács, megszűnt a Madács Kamaraszínház is, ugye, hogy az Örkény Színház lett, de hát ettől még a madács váltott, és átment egy ilyen musicalbe, amit nagyon magas szinten művelnek. Nem is nézed? Nem is jársz be? Nem. De a fájó nem érzés fáj miatt, vagy a... Nem, egyáltalán semmi fájó érzésben, nem. Tény van, tény. Én még részt vettem a producerekben. A musical nem az én, tehát félértés ne legyen, ajjaj, lehet, hogy akkor rosszul fogalmazok, vagy olyan az ábrázatom. Nem. Hát a musicalekben ebben a korban nekünk már semmi keresni valónk nincs. Hát olyan musical nincs, hogy West Side Story előadja a nyugdíjasok intézete, érted? Össze a két nyugdíjas csapat, nem tudom, Bronxba. Hát ilyen musical nincs. A Hegedűs a háztetőn lenne még, de hát azt nem szokták elővenni. Ilyen szerepek nincsenek. Hát amikor játszottuk a producereket, amiben még benne lehettem, és akkor beszélgettünk az egyik kollégámmal, hasonló korban, de még idősebb nálam, hogy ez volt még egy olyan darab, amiben még úgy belefértünk, de már hát... Már prózai darabokkal se kínálnak? Meg volt a Napsugárfiúk, a Furcsa Pár? Az is mind átment. A prózai darab nem tudom, hogy van-e még. Nem követem nagy figyelemmel. Ha jönne hívás a Madács részéről, azért még megdobogna a szíved? A szívem már nem dobogna meg. Nem, mert ez már nem el. De nem csak a Madásról van szó, nem rólunk szól. Szóval ez a pandémia is, nem rólunk szól a világ. Tehát én szoktak játszani ezzel a gondolattal, hogy meghalt, mond Márkus, ha élne Márkus, mi lenne? Most jó, mondjuk nem lenne 100 éves a Márkus, mondjuk lenne 70, olyan korú lenne, mint én. Mit csinálna a Márkus Laci bácsi? A Madásba ő se léphetne föl, mert nem musical színész. Reggel talán behívnák valami olyan műsorba, vagy engem nem hívnak be, beszélgetni meghalt kollégákról, és akkor ez lenne, hát kereskedelmi csatornára talán behívnák reggel, vagy már a dzsungelbe se küldenék előtt bogarat tenni, mert azt mondják, hát elrontja a gyomrát, ott hal meg nekem. Szóval nem. Drága, az én imádott Bodrogi Gyulán mondta, hogy az emberben még benne van. Azt mondta Bodrogi, és ez úgy megmaradt bennem ez a hasonlata, tudod, hogy azt mondta, hogy amikor fiatal volt, és úgy elment, és volt egy faág, vagy valami, akkor mindig fölugrott, és így megütötte ezt a faágat. És azt mondta, hogy most elmegy egy faág alatt, Bodrogi Gyuszi, az most is felugrik, de a Gyula már nem. Uh-huh. Tudod, azt tudni kell, hogy az ember meddi Gyuszi, és mikortól Gyula. Te birkózol a korra? Hát a kor birkózik velem, nem. Úgy nem. Nem, döbbenetes, meg tud döbbenteni, nem akarom elhinni. És néha valamelyik nap volt, hogy hát föl fogok ébredni, hát marhaság az egész. Én úgy érzem magam, hogy megálltam olyan 40, de ha mondjuk nagyon rossz indulatú leveleket írnék magamnak, azt mondom, van ez már 45, 5, na már majdnem 50, de az a plusz 20, az nekem fölfoghatatlan. És nem látom, igazán, de nem látom magamat. Tehát nem látom azt, hogy annyi lennék, mint amennyi. Az nehéz, a Kern Andrástól kérdeztem pár évvel ezelőtt, hogy amikor elmúlik az a fajta reflektorfény, ami hosszú évtizedekig jellemezte az ő életét. Tehát tulajdonképpen 40 évig
a televízióból nem jöttél ki, ha csak a tévéről beszélek. De színházban is, színházban mai napig rengeteget játszol, de mondjuk televízióban, ha csak abból indulok ki, hogy heti-hetes, Gálvölgyi show, pasik, hogy ez már nincs. Ez egy nyomasztó érzés? Nem. Nem, te hála Istennek, nekem nem tudom, valami... Hát beszéljünk rólam akkor, szóval, hogy jó, jó tulajdonságaimról. Nem, semmi. Én azt teljesen természetesnek veszem, hogy ez volt. Gálbegyi show volt, annyi volt, amennyi volt, kész vége. Nem. Erre készül menet közben az ember? Hogy egyszer nem, véget fog érni a Gálbegyi show? Hát az életedre se úgy készülsz, hogy egyszer véget fog érni, bár... De nem. Hát azt érzed azért, azt érzed, ahogy magadon is érzed, majd érzni fogod, Endre, hogy elfáradtál, én ezt még nem érzem, csak amikor egy műsorról beszélek most. Gálbegyi show is ment 20-valahány éve, hát ez embertelen nagy idő. Elfáradt, elfogytak az írók, ilyen egyszerű. Az mi múlik, hogy valaki ne gonoszodjon el? Nagyon sok olyat látok, aki megkeseredik. Biztos te is láttál, meg látsz olyan színészt, aki egy idő után valahogy úgy elgonoszodik. Tudod miért? Gondolom én, most kétféle gonoszság van. Azért, mert sikertelen volt. Uh-huh. Most engem a Jóisten nagyon megvenne, azt mondanám, hogy a magam mércéje, vagy hát most valamelyik nap megálltam valahol, gyönyörű eper volt, kértem 1/2 kiló epret, mert azt mondta, mondom, akkor mennyivel tart, azt mondta, sem mennyivel. Mondom, ne vicceljem. Maga ennyit megérdemel. És ezt én megkapom, nem minden nap veszek epret, és nem minden nap kapom meg. Hát azért ezek marha nagy dolgok, csak hogy elmegyünk mellett, hogy hát igen. Szóval a gonoszság abból van, ha valaki sikertelen volt egy életen át, és az élete vége felé, amikor érzi, hogy már itt lesz lassan a vége, most valami sikert kéne fölmutatni, de nem megy, de hát azért voltam sikertelen, mert ott volt a Kabos Gyula előttem, mert ott volt a nem tudom miért, mert akkor leszakadt a Fregél otthon, amikor éppen nem tudom. És akkor kitalál az ember valamit, és ezzel betakarja az elmúlt sikertelen évét. No, nézzünk egy másik témát. Érintettünk egyébként most párat, de hát majd van ott még aspektus gazdagon. Én válasszak? Abszolút, végig te. Hát kérlek szépen, törzsvendég. A törzsvendég, és ezt érintettük is. Én úgy tudom, hogy te hosszú-hosszú évekig minden reggel a sportkórházba kezdted a napot. Igen. Lévő, hogy te hipohonder voltál. Igen, ezt valóban említettem, igen. Azt meg lehet magyarázni utólag, hogy az emberben hogy fejlődik ki a hipohondria? Tehát miért lesz valaki hipohonder? Én megmagyarázom neked. Azért, mert, és az én drága bajorom is ilyen volt, mert nagyon fontosnak érzed magad. Az Iminél ez nem múlt elő, nagyon fontosnak érezte magát. Én soha, nem, most meghazudtalom magamat. Eleinte nagyon fontos. Úgy éreztem, és akkor most érintettem, meghalt Latyi Matyi, nem állt meg a villamos, nem ment visszafele a trolibusz, hogy úgy éreztem, ha velem valami történik, a magyar, nem ugye a magyar színházi élet, hanem a világ, hát akkor vége a világnak, láss Körmendi történet, de ezeket meg kellett tudnom, meg kellett tapasztalnom, hogy nem áll meg, és úgy éreztem, hogyha reggel én elmentem a sportkórházba, egy vezetéses EKG-ra, mosolyogtak nagyon csinos ápolónők rám, és akkor rám rakták ezért, és lobogtattam egy papírt, hogy ez ma reggeli EKG-m, teljesen rendben van a szíve, nem tudom, de még délután még bármi történt. És akkor meghallottam, és ez volt, mindig van az embernek egy ilyen mondat, hogy egy nagyon kedves, nagynevű külpolitikai magyar tudósító Bécsben egy orvosprofesszor, egy kardiológus professzorral csinált egy riportot a villájában. És akkor mondta, hogy akkor még viccből, hogy megnézné a vér meg EKG. Megnézte a professzor, mondta, tökéletes a szíve, köszönöm, viszont stáb pakolt, lementek, összeesett a bejáratnál, szívinfarktusa volt. És akkor rájöttem, hogy hiába lobogtatok egy ilyet, mert bármikor érted, hát nem lehet, hogy egész stáb, majd a miniszterelnök leszek Patagóniában, amikor egy egész stáb jön utánam, mentőautókkal hozzák a véremet, külön hoznak 4 vesét, hogyha bármi történik vele. Tehát akkor ezt feladtam. Meddig tartott ez a hipohondria? Hány évig? Most nagyon őszintén megmondom neked, és nem. Tulajdonképpen az első halál, a Márkus haláláig, és akkor láttam, hogy kár itt vigyázni, mert egyszer csak valaki azt mondja, ennyi, kész.
nem, ennyi volt. De talán előbb már véget ért. Szóval ez is egy olyan tanulmány volt nekem, hogy amikor ezt meghallottam, ezt a bizonyos történetet, és nem, meg még egy volt, egyszer elment, kérlek szépen, játszottam a Radnóti színpadon, Radnóti Színház, akkor még színpad volt, egy nagy monodrámát, egy Poljakov nevű embernek, és te szépségem című darabját. Ez egy nagy-nagy főszerep volt, kiderült, hogy Darvas Iván aztán ott látott engem, és na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem elment a hangom. Szombat éjjel volt valami tévéfelvétel, nem volt hangom. És fölhívtam a színházat, és mondtam, hogy akkor ez nem, le kell mondani ezzel, és akkor hallgattam a Déli Krónikát, bemondják, ma este a Radnóti Színházban Gálvölgy János betegsége miatt elmarad a és te szépség. Déli Krónika, Radnóti Miklós Színpadház közleménye, technikai okok miatt a ma este előadás elmarad. Mondom, technikai okok? A nevem nem. Én egy technikai ok vagy. És akkor rájöttem, hogy nem, ezeknek nem érdemes betegnek lenni, érted? Vagy pláne meghalni. És akkor nem, akkor ez úgy szép lassan. Meg van egy ilyen mondás, hogy egy bizonyos kor után, tehát 50 éven túl az ember nem hipohonder, hanem beteg. Tehát akkor meg kell hipohonderkedni. És az önmagunk fontosság tudatába vetett hit, az kiveszhet az emberből? Bennem soha nem, de hát eleinte fiatal éveiben volt. Nem veszhet ki, mert hogyha este 7 órától, ott viszont ott nem lehet, ha este 7-től fél 10-ig nem hitetem el magammal, hogy borzasztó fontos, amit csinálok. Én ezt végig tudom csinálni, mert arra jöttek be, mert már megvettek 10 jegyből mondjuk 6-ot, mert a Gálvölgyi, akkor ez másképp nem működik. Tehát ez egy nagyon szuggeszió, amire ezt én mondtam mindig, hogy ezt amíg az embernek minden együtt van, agya, szíve, veséje, mindene, egyszer majd valamelyik szerve azt mondja, hogy művész úr, én már nem játszom többet magával, na akkor ott a vége ennek a bulinak. De ezt el kell hitetni magaddal. Apósom azt mondta például, hogy 50 évig hitettem el magam, hogy én vagyok a Rodolfo. És ez nekem egy olyan varázslatos mondat volt, hogy az embernek el kell hitetni, nekem el kell hitetnem 7-től fél 10-ig, hogy én vagyok a Gálvölgyi, az a Gálvölgyi, aki most magukkal elhiteti azt, hogy ebben a darabban én vagyok a nem tudom én kicsoda. Az egy technika? Hogy hiteted el? Hát ez már gondolom kialakul az évek során, hogy én játszottam abban a Madách Színházban, amikor játszottunk ilyeneket, Molnár Ferenc 1-2-3 című darabját, ami egy Márkus László játszott előttem. Az egy nagyon nagy, hát egy 7 óra 5 perctől tartó nagy monológ, amiben bejönnek kisebb szerepekben, csak megzavarják az embert, pláne olyan kolléga jön be, akinek a színházba se kellett volna bejönni, mindegy. És ott nekem 80-valahányszor ment, én kértem, hogy hagyjuk abba, mert havonta egyet ment, és az meg maga a szívinfarktus volt, és ott nekem 3 alkalommal, 7 órakor, amikor magamban mindig egyedül öltöztem, 7 órakor megjött a kis ördög, azt mondta, ma este ez nem fog menni, nem fog menni. És akkor azt a 8 percet, amíg 7 óra 8-kor fölment a függöny és elkezdődött, azt nem kívánom senkinek, hogy azt mondani, hogy de, ezt meg kell csinálni. Ez olyan, mint a felszállsz egy repülőgéppel, hát nem zuhanhatsz le. Azt le kell tenni, azt a gépet. Ez az idő előre haladtával. Minél nagyobb király, vagy minél nagyobb sztár az ember. Nem fokozódik? Sztárok. Mi nem vagyunk sztárok. Hogyne fokozódna? Azért fokozódik, mert amikor én játszottam, nem játszottam soha, bocsánat, második ajtónál ott, nem jönnek be az emberek, azt mondják, hát ebben a második ajtónálóban az nem volt jó. Azt most nem játszottam, soha nem is fogom el. Hamlet, Gábor Miklós, Gálvölgyi János, akkor megnézik a Hamletet. Ha meg már van egy olyan háttered, hogy tudják, hogy és akkor most majd bejön a Gálvölgy, és borzasztó lesz, vagy ha de szeretem, vagy nem, akkor annak meg kell felelned. És az nyomasztó tud lenni, mert azt szeretném, hogy mondjuk 600 emberről a nézőt, hogy 600 ember úgy menjen el, hogy kóvályogjanak még, hogy ilyen csodát nem láttak. És nem mennek el 600-an. 100-an úgy mennek el, hogy de bele. Azt mondja 500, hogy hát, vagy 500-ból megint 100, hát, 400, jaj, de jó volt a Gábor, megnézzük, miben játszik legközelebb. Azt mondtad, hogy volt egy fél mondatod a Hamletre, és már nem is fogom eljátszani. Hát, hogy ilyen. Hozzá kell tennem az én nagy szerelmem, Ian McKellen. Nem tudom, megvan-e neked? Nem. Az egyik legnagyobb angol színész. Nem tudom, láttad-e vele például a harmadik Richard filmet? Nem, sajnos nem. Tessék fel, Ian McKellen. Benne van, én nem láttam viszont ezeket a Gyűrűk ura, meg nem tudom, miket nem láttam. 83 akkor tudom éves. Tudom ki. És most készül a Hamletre. Júliája lesz, azt hiszem, 22, és, de nem mentem Hamletnek, nem azért. Nem. Én arra gondoltam, hogy mondjuk egy Lír királlyal.
ha megkínálnának. Csak azért is kérdezem, hogy olvastam a rólad szóló kvázi meglepetés könyvet, amelyet egy kerekékfordulóra írtak. Igen. Ungvári Tamás, Alföldi Róbert is azt mondják, és azért van szemünk a színházhoz, hogy abszolút el tudnának képzelni téged Lír királyként. Ilyenről te például letettél, hogy egyszer megcsörrenne egy rendezőnek a telefon, és azt mondaná, János, csináljuk meg a Lír királyt. Nézd, az Alföldinek a telefonja megcsörrenhetett volna. Az, hogy ő könyvben mit írt, vagy mit nyilatkozott elméletben, az nagyon kedves tőle, de nem csörrend meg a telefonja, hogy megrendezni velem a Lír királyt. Tehát így habokra én is tudok ilyeneket mondani. Drága Ungvári Tamás, akit én nagyon szerettem, tiszteltem, neki meg nem volt olyan pozícióban, hogy mondjuk kiosszal rám a Lír királyt. Ha megcsörrenne, az egy elgondolás lenne valakitől. Egyszer fordult előlem életemben, és megmondom neked, életem egy legjobb melója, bocsánatot kérek. Sík Ferenc fölhívott, azt mondta, hogy megrendezi Íj és Gyula kegyenc című darabját. És mondom, igen, te lenni benne a Maximus. Ez ment a Madárszínházban, abban a régi Madárszínházban, Gábor Miklós, Mensáros László, a Tolnai Klári hármassal. Mondom, Feri, nem ismertem, de hát tudtam, hogy a Sík Ferenc, szóval Feri, ne haragudjon, mondom, de biztos nem engem hívott, hanem a Gálfi László. Nem, téged hívta a Gál, vagy János, te vagy, ugye? Mondom, én. Na, mi a problémád? Hát mondom, boldog. Életem legjobb feladata és szerepe és sikere is volt, ahol azt mondták, Fehérváron mutattuk be, aztán egyet játszottuk itt fönn a Táliában, nagy siker volt, azt mondták, hú, a Gálvölgy, hú, azt nem ment tovább minden a maga járásán. De ilyen volt nekem a alkú, ami Kerény Imre időszak volt, és akkor azt mondta, Kerény leültetett, azt mondta, hogyan menjünk tovább a Madárzsba, neki még voltak ilyen képzelései. Arthur Miller, vagy pedig a Bulvár. Mondom, Arthur Miller. Uh-huh. Jó. És akkor azt elmentünk még egy kicsit a Bulvárba, aztán egészen máshova. De azt mondod, hogy életed talán legjobb próba folyamata volt. Az igen. Mi múlott, hogy bízott benned? Vagy hogy benned hát látta? Hát hogyne. Tehát nézd most, Endre, mondjuk tegyük föl, hát nem tegyük föl, mert nagyon sok pénzed van, és kibérel nekem a városi szemtől valamelyik színházat, és azt mondod, hogy velem most a Hamletet, vagy a Lír, legyen a Lír király, mert ez mondja, Lír királyt be szeretnéd mutatni. Azért van egy pénzügyi szaktanácsadód, azt mondja, figyelj rám, a Gálvölgyivel a Lír királyt szerinted hányan jönnek el erre? Azt mondd egy számot, aha, egy rendezőt találsz, aki meg tudod te kitalálva azért, hogy ez a gál... Tehát annyi mindenem múlik ez a dolog, és a végén mostanában meg pláne azon múlik, hogy akkor bejön a Gálvölgyire, a Lír királyra valaki, vagy nem jön be. Hullaégetére bejöttek, tehát a siker volt. És az egy véresen komoly darab. Igen. Tehát azért én, hogy mondjam, én hiszek abban, és nekem nem tudom, hogy szerepele itt az Elrejtettek között, valamit találtam, valami legyőztem önmagam, vagy valamilyen, hogy volt nekem egy ilyen fordulópontom, látom a hármat, kettőt kilőttem, hogy volt nekem a pályám során egy olyan fordulópontom, amikor én, amiért megmertem csinálni a Hullaégetőt, amiért megmertem csinálni az alkut, hogy nekem ez összejött. Aztán, hogy miket írnak meg, rossz indulatban miket hordanak össze, az engem mélyen nem érdekel. Engem az érdekel, meg a visszajelzések érdekelnek, amit ott azoktól kapok, akik látták, nem akik elő, vagy nem tudom, bármilyik, de hát nem érdekel. No, válaszunk egy másikat, cikázunk, de nem baj, van elég téma, érintünk egy csomót. Én válaszok. Majd a végén egyet mondok én, jó? Az utolsó legyen az enyém, ha azt te nem lőtted ki, amit én mindenképp szeretnék megbeszélni. Békjó. Azt mondtad egy korábbi interjúban, hogy te bármennyire is szeretnél, nem tudsz felszabadult lenni. És ez téged nagyon-nagyon zavar. Mindent megpróbáltál, azt mondtad, de nem sikeredik. Ezt arra te rájöttél, hogy mi az, ami téged békjóz, ha már ezt a fogalmat adtam ennek a témának? Hát ez jó. Föltehetőleg én nem értek hozzá, a génjeimben van egy ilyen. Nem. Biztos, hogy anyai örökségem nekem ez. Hát itt ülünk, ugye elállhatjuk egy rádió stúdióban. Volt egy kívánság műsor a Petőfi Rádióban, annak idén 2-től 5-ig, 2-től 6-ig, aztán 2-től 5-ig Takács Marikával vezettem.
És akkor nagyon komplikáltak voltak, mert volt, hogy drága édesanyám meghalt szüleinek a emlékére, Béla bácsinak küldjük a nem tudom én mit, és drága Marikám ezeket úgy tudta összekutyulni, érted, hogy kinek halt meg, kie és nem tudom én mi, egyszer valamit ilyet összekutyult, és egy olyan röhögő görcsöt kaptam, ugye élőadás volt, hogy ide bementem az asztal alá, ott röhögtem, és ott az asztal, tehát csak az volt, hogy mire vagyok én? Miért van nekem ilyen jó kedvem? Mitől vagyok ilyen jó? Följöttem, és olyan szomorúan ültem még a hátrálevő két órát, hogy na. Tehát magyarán mondom, úgy nem tudok felszabadulni, például mindig nézem, amikor így mulatoznak, és még egy korsósört ide, aztán nem tudok magyar nótázni. Ha régen-régen elmentünk étterembe, és odajött egy nagyon kedves zenész, és megkérdem, drága kolléga, nagyon szépen meg kell, hogy hagyjuk ezt, és akkor így őt is láttam, nem akartam zavarba hozni. Szóval ilyenfajta felszabadultság nincs bennem. Irigylen azokat, akik be van? Nem. Nem, én senkit nem irigylek különben. Ja, és a mondat, amire kifutottam mamámmal kapcsolatban, amikor apám meghalt, és anyám életében nem volt külföldön, mert minden, és akkor mondtam, hogy anyuka, mondom, akkor valóban egy hétre, vagy barátom, vagy elvisszük, azt mondta, na még csak azt kéne, hogy jól érezzem magam. És ez egy olyan alapmondat, tudod, amit a nejem szeket nekem mondani, de én jól tudom érezni magam, csak így nem tudom jól érezni magam, hogy én most nem tudom, elkezdek dajdajozni. Ez egyfajta melankóliával is jár? Nem, depresszióval jár. Depresszióval jár? Nem, már most nem akarom túl misztifikálni itt a híres nagy szomorú művész. Nem, én... Nem tudok így feloldódni, vagy nem tudok így, már nem tudom, hogy azt mondta, hogy a Márkus László. A Márkus Laci reggel fölébredt, és már ő volt Márkus László. Neki nyílt ki az ablak, nem tudom én, neki csicseregtek a madarak, és élvezte. Bennem ez nincs meg. De neked olyan, mi számít neked a nagy önfelett olyan igazán felszabadult pillanatodnak? Például, amikor elmegyek az uszodába, vagy egy olyan helyre, ahol van például gőz. Ott bennülök hosszasan, és utána, ha van mellette úgynevezett merülő, jéghideg merülőmedence, abba belemegyek, és akkor úgy, és nem kaptam szívinfarktust, ugye, már egy nagy örömfokozat, mert az egy próbatétem. Ha így csinálsz, akkor baj van. De nem, és akkor úgy érzem, hogy akkor most, hogy kisimult, lesimult minden. Hát most ez jutott hirtelen eszembe. Fiatalkorodban se voltál egy picit ilyen értelme felszabadultabb, ugye? Tehát ez nem a kor, vagy az idő. Nem. Soha nem voltam közösségi ember, tehát én soha nem volt, hogy menjünk együtt kirándulni, és akkor énekeljünk együtt. Soha. Én mindig, nejem azt szoktam mondani, hogy ahhoz képest, hogy én magánzó vagyok, én nagyon sokra vittem. Én soha nem tartoztam semmilyen klikbe. Fiatal éveimben volt, hogy néztem a fészekbe, hogy ott ültek a kollégák, akik ma is vannak még, meg voltak, meg vitték, meg filmeztek, meg mindent, de jó lenne oda. De úgyse. Meg nekem a pofámban van valami, az arcomban van, magamra mondhatom, hogy van valami, hogy nem vagy rajtam az arcomon minden. Amit gondolsz. Igen. De amikor te úgy szemeztél elő, és azt mondhatod, hogy oda jó lenne tartozni, az kimúlott, hogy nem mentél oda? Rajtam. Rajtam meg azon, hogy látták, hogy én van egy ilyen ábrázat, és nem hívtak oda. Nem tartoztam soha bele egy csapatba igazándiból. Én például a Madács színházban, amikor abban régiben szerződtem, a Madács kamarában, ahol hát nem volt büfé, hanem egy ilyen kis társaság volt, nem nagyobb, mint ez. Én például benneültem így magamban az öltözőben, és akkor egyszer valaki azt mondta, hogy mi nem jössz ki közénk? És mondom, és akkor így néha kimentem. De az kellett, hogy valaki bátorítson ilyen értelemben, nem, hogy gyere. Nem bátorság volt, nem, nekem. Én a színházban sem vagyok büfés, nem. Tehát ez valami szemérem? Lehetséges, nem tudom. De én nagyon szemérem vagyok, mert ez nem látszik így rajtam. Most nem arra gondolok, hogy léttem lemetkőzöm itt, vagy valami. Igen. Ezzel én küzdködtem, és főleg, hát ugye ennek a színházi létnek van egy próbaidőszaka délőtt, amit nem látnak, csak azok, akik ugye ott vannak a próbán. És én ezért próbáltam világéletem, azt hiszem, hogy nagyon rosszul.
Hogy megmutatni mások előtt, hogy kollégák este, előtt. Este meg tudom mutatni, és este, este aztán mellettem, ami már az enyém, de hogy én szégyellem. Tehát azt, hogy most megkérné, hát most már azért az ennyi év után most mórikálnám magam, de nem mondjak el valami egy verset, ezt én egyébként belehaltam volna, hogy én 3-4 ember itt ül, és akkor azt mondjam, hogy József Attila, ne, én azt nem, az Erkel Színház a Népstadionban, mi a különbség a kettő közt? Hát lehet, hogy ez egy nagyon majdnem női dolgot mondok. Szeretem, ha nem a hatalmam, de van az embernek van hatalma, dehogy nem van hatalma, hogy azt csinálok, amit akarok. Uh-huh. Két emberrel, vagy veled. De amikor azt mondom, hogy nem tudom, egy színházban, azt mondom most, hogy nokedli, és hallom, hogy de ez 500-szor játszom, és 500-szor mondtam, és ugye, hogy neve, ugye, hogy nagyon, ugye, és ezt én tudom. De ha nem így csinálok, és nem úgy mondom, akkor ti nem fogtok. Szóval ez a hatalom, vagy nem tudom mi. Hát ez egy hülyeség, most eltúloztam ezt a dolgot. De igen, és különben nekem 7 órától, amikor volt arról szó, hogy vittem vezetve, azt mondtam, nálam nagyobb hatalma senkinek nincs. Semmilyen tisztségviselőnek, ők csak azt hiszik, hogy van hatalmuk. Nekem, most nem nekem Gálbenyesnek, nekünk színészeknek borzasztó nagy hatalmunk van. Az egy nagyon ilyen pszichológizáló kérdés, azt mondom, hogy valahol ez a pálya, pláne egy sikeres pálya, egy sikeres színész esetén, egy szemérmes embernek valahol a terápiája is? Biztosan, egész biztosan. Több híres kollégáról, ez is a fura kollégát, de annak idején fiatal voltam, és hát de azt mondtam, hogy ez hogy van az, mondtam, hogy Laurence Olivier színművész, Gálvölgy János színművész, micsoda különbség. De több ilyen kolléga mondta, hogy ezzel sikeres kolléga mondta, hogy ezzel megküzdött. Az nekem borzasztó gyanús, amikor beszélgetek kollégákkal ilyen rádióműsoromból kifolyólag, és azt mondja, hogy imádok, én úgy szeretek próbálni, 4-5 hónapot próbálunk, és hát néha van előadás, és az előadásokat, mondom, anyuka, hát akkor otthon a családot, otthon boldogítsa, tehát ha próbálni szeretsz, akkor te próbálj, neked nem kell színpad. Hát azért próbálok, hogy ezt megmutassam, mert nem akarom megmutatni, mert olyan jó tépni magunkat, akkor 10 órától, és akkor 4-ig próbálunk, utána van egy cigarettaszünet, vagy nem tudom, és akkor este 10-ig még próbálunk. Valószínű, hogy te a hatáskeltés szereted igazán. Igen. Az érdemi, nagy hatósugárral bíró hatáskeltés. Így igaz, megfejtetted, dr. Kadarka, igen. Biztos, hogy hát ez nem fogalmaztam, de igen, abszolút. De mindenben azt szeretem, hát a tehetségben is azt szeretem, hogy rám, ha nincs rám hatással, akkor engem megírhatja Fix Béla, az ő barátja, hogy milyen jó zongorázik, most nem értek hozzá. De hát az engem nem, ha nincs hatással rám, de ha valaki hatással van rám, az lehet egy 3 éves kisgyerek, aki hegedül, vagy pedig egy 70 éves, nem tudom én ki, vagy egy 20 éves fiatal. Én attól annak a rabja, én azért oda rajongok. Meg is tudsz hatódni? Meg én. Igen? Hogyne. Abban például nem szemérmes az ember, pláne egy férfi, hogy azt látják, hogy azt észreveszik. Hát nem, hát nézd, ha olyan helyen, azt mondom, nézőtére nem látják egyrészt, igen, másrészt. Otthon az ember kicsit félrefordul, a feleségem így ül, de nem, bennem soha. Én meghallok egy olyan dallamot, vagy nem tudom, meghallom a 8,5-nek a vége zenéjét, én azt nem tudom azt úgy véghallgatni, hogy ha hirtelen mondanak kéne valamit, akkor elcsuklik a hangom. Vagy a Judy Dench-el meghallgatom a Küldjetek be hozzám a Bohócokat című dalt. Hát ezt én ülök és bőgök. De úgy bőgök, mint állat. De nem először, hanem Jennifer Holliday-vel meghallgatok egy számot, és akkor úgy sírok rajta, mint a bánat. De nem akarok én, nem az, úgy akarok sírni, hanem ez úgy jön. Ez de szép. Na nézzünk egy másik témát. Hullámvasút. A hullámvasút kérlek szépen Hofi Gézára utal, igen, mert hogy a mi közös interjúnk során volt egy félmondatod, amit én elengedtem a fülem mellett, azt mondtad, hogy Hofival nagyon jobban voltatok, aztán volt egy időszak, mikor nagyon rosszban. Igen. És gondoltam, ha már itt beszélünk, akkor megkérdezem, hogy ti miért voltatok rosszban Hofi Gézával? Én voltam rosszban vele.
Kérlek szépen, a dolog nem cáfolható. Tehát nincs a Géza, nincs itt. Nem tudom, hogy hogy kerültünk mi jóba. Én a Csengér utcában laktam, ő pedig a Hársa utcában lakott a földszinten a feleségében, meg az anyósával. Nem a Ildivel, aki... Igen. És ott a postakült előtt találkozgattunk, nem tudom, és a Gézának volt például... De hát a Géza idősebb volt nálam. Nem tudom, hogy én akkor... Nem, ezt kutattam már az emlékeimben, más is kérdezte, hogy hogy kerültünk össze, nem tudom. Azt tudom, hogy amikor jött nekem a 68-as Ki mit tud, ugye annak a február tájékán lehetett jelentkezni, meg minden, és akkor a Gézához bementem, és vagy átmentem hozzá, mondom, Géza, én akkor az MK-ben volt, és Istenen szakszofonozott, meg a Williams-ot utánozta, meg minden. Mondom, van a Tabi Lászlónak egy olyanja, egy olyan írása, hogy miért ment fel a zsír ára, ezt öt ember, hát nem volt, amilyen a Tabi humora volt, de hát annak idején viccesnek, öt ember mondja el, öt figura. Svájci sapkás, ilyen, olyan, amolyan, mondom, ezt csináljam, hogy csinálják színészparódiákat, mert mondom, az nekem nem oka. Ne, színészparódiát ne csinálj, ezt csináld meg. Aztán nem tudom, miért döntöttem a színészparódiát, nekem bejött. És akkor a Gézának is 68, ugye, fölszállt az égbe, és rengeteg hakni volt akkor. És találkoztunk hakniban, de mondom, szinte két naponta kapcsolatban voltunk a Gézával. Találkoztunk hakniban, bejött, és ment tovább. És én köszöntem neki, és amikor harmadszor, vagy negyedszer ez megtörtént, mondom, Géza, mi a bánatos bajod van neked velem? Azt mondta, apuskám, én eldöntöttem, megmondtam az Oriban is, ezentúl, aki engem bán, azt ütni fogom bánva. De mondom, én bántottalak téged. Mondtad az Oriba, hogy te sokkal jobb vagy, mint én, és inkább téged vigyenek. Hát mondom, te hülye vagy, Géza, mondom, hát el tudod képzelni egyrészt, hogy ilyet mondom, másrészt, hogy bemegyek a X-elvtársra, és azt mondom, X-elvtárs, engem vigyenek, mert én jobb színész vagyok, mint a Laurence Olivier van. Nem érdekesem. Na most a Gézával, amit ma már nem tudnak, és nem akarom megbántani az emlékét, nagyon sok balhéja volt. Na, az a bizonyos keszonbetegség, tehát amit egy darabban a Sós Imréről írt meg Hubay Miklós, hogy nagyon gyorsan jössz föl, Elvis Presley ebbe halt bele, hogy gyorsan repültél föl, és a Gézával rengeteg probléma volt. Megyékből volt kitiltva, fényképezőgépeket tört össze, mert valaki kattintott közben. Ez valami megrészegülés? Nagyon nehezen tudta feldolgozni ezt a... Ezt a bombaszt, tehát a közelében nem jöttem a Hofinak, akkor sem ezt a sikert. Aztán ez szelidült, majd amikor a Komlós meg a Marton Frici elkapták őt, és akkor született meg az a Hofi Géza, akire a mai fiatalabbak emlékezhetnek, az a zseni, ami benne volt, csak valakinek az ki kellett, le kellett, mindent oda, minden kőben benne van egy szobor, csak le kell vizélni. Ezt a Komlós meg a Marton ezt lehántotta róla, és akkor megjelent az a Hofi Géza. Akivel aztán nekem semmi találkozási pontom nem volt, mert én elmentem színésznek, a Géza meg volt a Hofi Géza. És akkor, amikor a Madách Színházba szerződtem 27 évvel ezelőtt, az első társulati ülésen, a Madách Kamarában volt a társulati ülés, bementem, Géza, puszi jobbról, puszi balról, hát rendeződtek, de nem volt találkozási pontunk, és akkor nézett rám nagyon csúnyán, és mondom, Géza, nem lesz Gál Völgyi show, nem lesz önálló estem itt, mondom, én színész lett. És attól kezdve mi a Gézával nagyon jobban voltunk, de amikor én az Alkut játszottam például, Miller Alkuját, annak olyan fél tíz körül volt vége, és minden szombat este azt játszottuk, és fél tizenettől jött a Géza. De azért játszottuk az Alkut, mert ez egy ilyen szedett-vedett díszlet volt, ugye, amikor kiárusítják az egész lakást, nem tudom én mit, és az meg tudott maradni a Gézára, tehát alig kellett átállni a műszaknak. És akkor hát a Hofira nem lehet egy jegyet kapni. És akkor, de hát ezért ne haragudj, hát én Gál vagy ilyen szél, ott tag vagyok. És akkor ott, hát megnézhettem. És akkor azt mondta, két hét van megint ott maradtam, mert én boldog, 3-4 napig a felhőkben jártam a Hofitől, úgy oda voltam. Azt mondta, miért nézed már megint? Mondom, mert te lopni akarsz? De mit lopnak? Hát de én nem járok fellépni, Géza. És akkor, amikor ötödször, hatodszor, akkor azt mondta, hogy Jutka, Judit, jöjjön el, ez is jöjjön el. És akkor a végén maradjatok, így gyertek fel, és akkor... És akkor már... Ott, és akkor
ez úgy rendeződött, aztán amikor a Géza nagyon beteg lett, még a nagyon betegsége előtt, akkor majdnem minden este beszélgettünk telefonon, ahol elmondta, hogy milyen jó nekem, hogy nem maradtam paródista, hanem én bele tudok menekülni egy szerepembe, mert a fenét nem érdekel, hogy mi bajom van nekem, de mint Hoffi Géza, ő nem tud betegen, a Hoffi nem lehet beteg. A Lír királyt, ha játszanám, most mondta, hogy fáj egy kicsit a derekam, de ott... És akkor nagyon-nagyon közel kerültünk egymáshoz, majd Géza fölgyógyult, szilveszterkor délután felhívom a Gézáikat, feleségével, azt mondja, János, olyan örülök neked, nem tudom, mi Géza, olyan hálás neked, nem tudom, mi izében annyi jót mondtál, meg jó volt veled, hogy veled dumált, ahogy megjön a Géza, akkor hív téged, és soha a temetésen találkoztunk, nem, hát hazudok, mert majdnem így lett volna szép a történet, a Géza sem, de mi volt vissza, de attól kezdve mi úgymond, hát nem jártunk össze, de ha mi találkoztunk, vagy valahol mi megjelentünk, és voltak hatara a szakmából, akkor mi mindig ketten voltunk. És a mai napig nem tudod az okát, az elmaradására? Az, hogy ennyi volt, akkor szüksége volt arra, hogy beszélgessem valami hasonszörű Baldoverrel, mert színész kollégával nem tudott beszélgetni, hanem valami a múltjában, nem tudom én mi. Ezzel nem filozofáltam én sokat. Nekem meg kell mondanom neked, múlt héten is hofiztam még este, az a kevés, ami föl van véve bele a televízióban, de nekem megvan a Hofi nagy lemezen, CD-n, úgyhogy... Még videókazettám is van. Azért neked ez nagy út lehetett Hoffi szemében, tehát hogy kezdetben nem fogadott el annyira. Bocsáss meg, és gratulált. Azt, hogy nekem a felvonuló kérték című, azt mondja, haló, és akkor nem voltunk semmilyen. Hoffi, mondom, igen, azt mondom, valaki viccelődik. Nagyon jó, hát nekem az akkor egy Kossuthi, Hoffi Géza fölhív, és akkor még volt, amikor gratulált máshoz is. Hát az nekem az a csúcs volt. A Géza nagyon sokakra haragudott, és sokaknál úgy érezte, hogy törleszt. Nem tudom, bennem ez soha nem volt ilyen törlesztési vágy, és emlékezett arra, amikor nem ismerték előtt, és pontosan tudta mindenkiről, hogy kinek mennyi rosszal tartozik. Ez nagyon érdekes, nem ismertem ezt a történetet egyáltalán. Nagyon érdekes. Na, válasszunk egy másik témát. Köszönöm, hogy elmondtad. Szerintem ezt még nem mondtad el. Én nem hallottam soha ezt a történetet. Hát, mert nem kérdezték. Rövid póráz. Rövid póráz édesapádra utal, mert én úgy tudom, hogy ilyen rettenetesen szigorú ember volt. Ti magázódtatok. Igen, igen. Komoly normák voltak felállítva otthon, nem mehettél vidékre, mert azt mondta, hogy akkor, jó van. Akkor vége, igen. Hogy ez használt a te későbbi személyiségednek? Ez a fajta szigor? Ez a fajta nagy-nagy tiszteletadás? Ez az utolsó hívószó, ez a tiszteletadás. Lehetséges, hogy ez beépül az emberbe, hát nem tudod dekára mérni a szüleidnek az, hogy kitől centire már édesanyámat említettem, hogy lehet, hogy onnan kaptam ezt a fura élet, vagy viszonyomat az élethez, meg a társasági léthez. Biztos, hogy valami, ez a tiszteletadás, éppen nagyon nehezen, nagyon sokak a mai napig nem tegeződöm. Tehát ez egy fura dolog. Ezt fiatal éveimben még Kazimír fölhívott, és azt mondta, hogy apuskán, nem jársz itt az eszét, mert mi nem tegeződik? Mondom, de milyen alapon tegeződnék én? Most nem idősebb kollégákkal, hanem, hogy én nem vagyok egy tegeződős típus. Tehát nem is ütögetnek vádba, hogy szia Jani, mert biztos, hogy a képemben van ilyen. Lehet, hogy ez is van bennem, de én, a tisztelet az meg nálam egy olyan dolog, hogy én mindenkit tisztelni tudok, aztán, ha az tehetséges, azt én meg a könnyekig tudom, szóval azt már említettem neked, azt nagyon tudom tisztelni. Fegyelmezett vagyok, pontos vagyok, el is várom másoktól. De... Aki mit tudhoz, ő mit szólt? Annak az ajos sikeréhez. Ahhoz, az már nagy dolog volt, büszkeség volt, meg mindenféle volt. Tehát hogy lehet, és akkor nekünk 66-ban vagy így lett egyetlen televíziónk. Tehát ő látta, tévében látta azt, hogy neked sikered volt. Hogyne. Mert a feleséged szerint
ő nem biztos, hogy látott téged színpadon, mármint az apukád? Apám nem látott, mert ő nagyon beteg volt, székhez volt kötve, tehát nem nagyon járt le az úr a harmadik emeletről. Nem igazán volt, de talán valamiben lát. De akkor még az a 5 évvel, tehát még ez a beugrásom előtti időszak volt, tehát amikor én már, még azt hiszem a Jászai díjamat talán azt még talán megérte, és igen. Ez egy nyomasztó érzés lehet, hogy az embernek az édesapja nem látja őt színpadon, ahova te mindig is vágytál. Ez egy fura dolog volt, nem volt nyomasztó érzés, mert az én anyukám, anyukám jött főpróbára leginkább, és én abba belepusztultam, mert akkor azt képzeld el, hogy akkor megszűnt a nézőtér, tehát megszűnt az a massza. Egy ember ült középen, ott nem is ott ült az én anyám egyedül, és én, miután szemérmes vagyok, én borzasztóan szégyeltem magam, megszűnt mindenkinek a szeme, csak az anyám volt. Ebből ez nekem volt egy olyan emlékem, kérlek szépen, hogy elindultam én még egy szavaló versenyen, már nem tudom, gimnazista voltam már valami ilyen, nagyon röviden mondom neked, szombat este anyámék elmentek direkt moziba, hogy én fölkészek másnapi szavaló versenyre, volt egy kötelező vers, Juhász Ferenc Ady Endre utolsó fénykép előtt, és kellett egy szabadon választott. Nézegettem, mondom, azt mondja, Véncigány, hú, ez húz rá, ezt nem megtanulom. Szombat este megtanultam, ment, ragyoga. Vasárnap valami vasas művelési otthon volt, délelőtt 10 órakor volt a szavaló, mert keresemé volt a zsűri elnöke, soha nem felejtem el. Ültek 40-en, ilyen anyukák, kisugok, nem tudom én mik, de világos volt, így oldalra jött be a fény, és így középen volt egy járás, tehát így 2 órát voltak a székek, és anyám ott ült a 8. sor szélén. Gálvölgyi János, kérem, tessék, mondja, Ady Endre utolsó fénykép előtt. De elnézést, akar inni, nem köszönöm, nem akar, kérem szépen, hogy mondja, hogy se bogyom, választottam. Véncigány, húzd rá, cigány, megittad az árát, ne alá, mondom még, a Juhász Ferencet mondanám mégis. Kezdj el. Juhász Ferenc, azért nem akar, ez így ment körülbelül 3 kört, így lefutottunk, álltam, és azt láttam, hogy anyám így fölállt, és így, hát nem rohan, de úgy ment ki ebbe, ahogy beesett a fény ebbe a sugárba, és ott álltam a színpadon teljes megszégyenülésben. Visszautalok arra, hogy amikor én játszottam, csak anyámat láttam, soha többet úgy nem léptem színpadon. Ma már meg tudom tenni, hogyha most azt mondta, hogy holnap nekem tévéfelvételem van, és el kéne mondani ezt a izét, meg tudom tanulni, és nem okoz már ilyen problémát. De olyat, hogy én kiálljak úgy, hogy ma megtanultam valahát beugrásnál, meg aztán pláne ez ember megtanulnám, akkor, és ez bennem megmaradt egy életre. Anyukád mit mondott utána, ezután, az eset után? Hát nem emlékszem. Azt tudom, hogy én tulajdonképpen, hát anyám megvár, de hogy én sírva fakadtam, vagy kikészültem, hát éreztem, hogy ha viszont elmondom jól a Véncigányt, a Keresemil, aki akkor már a Thaliaszín az igazgatója volt még akkor, ugye, hogy rögtön azt mondja, hú, a betyárját ennek a gálvölgyinek. És rögtön mindenkivel így voltam, érted, hogy rögtön leszerződtetnek, ha meglátnak. Te mondd is, amikor a próbán láttad az anyukádnak a tekintetét, vélelmezted, hogy most találkozott a tekintetét. Előadáson. Akkor mit láttál a tekintetében? Ja, nem láttam anyám tekintetét, mondom, nem is ott ült, csak a benne. De van, tudom, az... a vélelmezet, ezért mondom, hogy amikor ott ő hogy most... Hogy néz, és én nem tudom, hogy jó vagy, vagy nem tudom, hogy jó-e, uh-huh. nem tudom. Tehát békjózott. Tulajdonképpen igen. De aztán ezt tovább vittem, ugye a szüleim nem élnek, de hogyha ezt bármelyik kollégát megkérdezhetsz itt, azt ugye szokták mondani, hogy a színházam itt a izé, meg Géza nézi az előadást, és akkor az emberben van egy plusz druk. Ugye a Psota íréről mesélték, hogy nem bírta, nem szerette tudni, hogy ki ül a nézőtére, mert akkor az emberben van egy plusz valami, pláne a kolléga ül. Kérlek szépen, és akkor a Kismanyi, édes drága Kismanyi azt mondta egyik este, bekopogott, Irénke, tessék, itt az egész magyar kormány, csapsot elájult. Úgyhogy szóval ebben van nem csak kinek a mamá jelenik meg, de ez mindig van, és akkor azra szoktuk mondani, hogy miért pont ma jöttél, ha bejön a kolléga a végén, láttad volna tegnap, milyen nagy siker volt.
istenetesen sokáig, nem sokkal később lesz a születésnapod, ha jól igen. tudom, jól vagyok informálva, és akkor legyen, köszönöm. Legyen Lír király, maradjunk ebbe. Nem, azt a Hegedűs Géza most csinálja, ezt nyugodtan katonába. Vág le katonába, úgyhogy ez most közeljövőben nem lesz Lír király. Akkor legyen Willy Loman, legyen Hamlet, vagy amit akarsz. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy itt voltál.